Mitä on päivittää keskittää kellaa Jonas Seppo? Näillä on kävelypultrol. A kävelypultnak a működését is mindjárt bemutatom. A mély hangzásba, magas hangzásba, közép hangzásba lehet emeléseket csinálni, beállításokat. Rendkívül jó hangot lehet belőle kihozni ezáltal. Dupla bakelit lemezjátszó bemenetén keresztül, mely mind a két oldalon előerősítőt tartalmaz. Úgyis kihangosítható a lemezjátszó, és bármilyen lemezjátszót képes kihangosítani, úgyhogy ebben nem kell félni, hogy nem tudjuk a lemezjátszónkat úgy hallgatni, ahogy szeretnénk. Hát illusztrálom a hangját, hogy mégis milyen hangja van. Rátekelek egy kis bacust. Vissza magas hangok, illetve a közép magas volt. Tényleg minden hang gyönyörű szépen jön. Elindítom a bakelit lemezjátszón és a lejátszást. És akkor áthúzom a bakelit lemezre, átkeverem. Megpróbálom úgy csinálni, hogy YouTube ne tiltsa le minden esetre a videómat. Illusztrálom a basszust. Csodaszép hangokat lehet belőle kihozni. Hát a kamerám az biztos, hogy nem fogja 100%-ba visszaadni ezeket a hangokat. Köszönöm szépen, hogy megtekintetted a róla készült videófelvételem. További hangot nem merek belőle produkálni, mert minden zenei anyag védett zenei anyag tartalom, és a YouTube-ra feltöltve, hát ez egy kicsit kínos, mert vagy az egész videómat törli, vagy pedig csak a hanganyagot. De tényleg csodaszép állapotú készülékről van szó, teljesen hibátlan működés, nagyon sok beállíthatósági lehetőség van rajta, van fejhallgató kimenete, illusztrálom a hátulját, rengeteg RCA, csatlakozási pontja van, nagy felbontású képekkel még illusztrálni fogom. Köszönöm szépen, hogy megtekintetted a róla készült videófelvételem, és kérlek, tekintsd meg róla készült nagy felbontású képeimet is. További szép napot kívánok!